A Miskolcról őszintén programban újabb három csapásról beszéltek kedden a DK politikusai. Hegedűs Andrea országgyűlési képviselő és Szilágyi Szabolcs önkormányzati képviselő közösen tartottak sajtótájékoztatót. Úgy fogalmaztak, hogy egy hét alatt három csapás érte városunkat és az agglomerációt. A csapások között a GS USA akkumulátorgyárat, az Alsózsolcai akkumulátor újrahasznosító tervét és az M30-as elkerülő fizetőssé tételét említették. A DK-s országgyűlési képviselő felszólította Csöbör Katalint, hogy tegyen lépéseket a miskolciakat és alsózsolcaiakat ért csapások ellen, és adjon tájékoztatást. Az iskola kezdésre időzítve újabb terhet rakott a családokra a kormány. Fizetőssé akarják tenni az M30-as elkerülő utat. Szilágyi Szabolcs azt mondta, Európa számos országában a városok körül ezek az elkerülő utak ingyen használhatók. A velünk a város képviselője úgy fogalmazott, elfogadhatatlannak tartják, hogy a Miskolcot elkerülő szakaszt fizetőssé teszik, mert ezzel a Fidesz kormány ismét a miskolciakat akarja megsarcolni, úgy, mint korábban a többi közt a helyi tömegközlekedéssel. Szilágyi Szabolcs szerint saját politikájával is szembe megy a kormány, mert a Sajó-Szentpéternél épülő elkerülő szükségességét is azzal indokolták, hogy csökken a belterületi szakaszok forgalma, kisebb lesz a belterületi környezetterhelés, és gyorsabban válnak elérhetővé az úti célok. Már a tavalyi kampányidőszakban is fizetőssé szerették volna tenni, akkor végül nem vezették be, de most már nincs választási időszak. A Fidesz országgyűlési képviselője Csöbör Katalin aztán féltéglával a mellé döngetve magának vindikálta ezt a sikert. Nos, ha az az ő sikere volt, akkor ez a jelenlegi kormányzati sarc egyúttal az ő bukása is. Hegedűs Andrea szerint a Miskolcról őszintén programban ismét van miről őszintén beszélni. Beszéljünk a Miskolc GS USA akkumulátorgyárról. Üzemel vagy nem üzemel? Mert a gyár itt van, ez elvitathatatlan. A DK-s országgyűlési képviselő azt mondta, az akkumulátorgyártáskor itt keletkezett selejtet Alsózsolcán tervezik feldolgozni. A miskolciak és az alsózsolcaiak ezért féltik az egészségüket, a környezetüket és a jövőjüket. A DK irodájába is érkeznek a kérdések a két ügyel és az M30-as autópálya Miskolcot elkerülő szakaszának fizetőssétételével kapcsolatosan. Csöböl Katalin, a térség egyéni képviselője, tegyen lépéseket a miskolciak és az alsózsolcaiakat ért csapások ellen. Reméljük, nem fogja a Fidesz elérni a bibliai hétcsapás szintjét, mert azt már Miskolc és környéke az agglomeráció nem fogja elbírni. Csöbör Katalin a tűz közelében van, járjon a probléma után. Az ügy érdekében adjon tájékoztatást, mind a GS USA akkumulátorgyár, mind az Alsózsolcára tervezett akkumulátor selejtet feldolgozó beruházással kapcsolatban, valamint a Miskolc észak, Miskolc dél elkerülő autópálya szakaszával kapcsolatban. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője hozzátette, a Fidesz fejezze be az ország, a megye és a város leamortizálását. Elég a magyar családoknak megküzdeni az Orbáni inflációval, a magas energia és élelmiszerárakkal.